Jó reggelt! Hogy vagy, kis cicám? Meggyógyultál? Igen. Igen, meggyógyultam. Jaj, te cica! Hova futsz? Már szétdobtuk egy kicsit a lakást. Olyan 8:45 körül van, nemrég keltünk, még nem is reggelizett amira, mert nem tűnt éhesnek, hanem ilyen nagyon mehetnékje volt, már itt felderítek mindent. Egy fél órája keltünk körülbelül. Aztán most már lassan éhes lesz, megetetem, és igazából még nem tudom, mit csinálunk ma. Apa 2-re megy dolgozni, úgyhogy délelőtt itthon lesz velünk. Azt mondta, hogy feltáll ma reggel időben, hogy egy kis időt együtt tudjunk tölteni. Gyere, édesem! Gyere, gyönyörűm! Olyan szép kis cica vagy. És úgy örülök, hogy jobban vagy. Nagyon örülök, hogy jobban vagy. Igen. Nincs hőemelkedése sem most, mert pedig nem kapott gyógyszert tegnap délután 4 óta, úgyhogy szerintem rendben lesz a cicus. Leküzdöttük ezt a nyavaját. Na mi van, Mancis? Nézd csak! Itt az üveged. Ez az új kedvenc játékunk. Majd arra gondoltam, hogy megtöltöm rizssel. Vagy megnézem, van-e itthon száraz tészta, de szerintem az nincs, mert amikor palaózni elkezdtünk, akkor elfogyasztottuk az összeset. De rakok bele valamit, hogy zörögjön, mert ezt nagyon szereti, ezt az üveget. Tessék! Sziasztok! Délután 2 óra van, amire alszik. Dani nemrég indul dolgozni. Hú, hát elég sűrű délelőttünk volt, mert holnap indulok Magyarországra, és még van egy csomó dolgom, meg hát volt is. Igazából nyomtatni szerettem volna, de egy kicsit bedöglött a nyomtatónk, és azzal küzdöttünk gyakorlatilag egész délelőtt, vagy 2 órán keresztül. Nem is nagyon sikerült megszerelni, úgyhogy még azzal lesz egy körünk, hogyha Dani hazaért. Ezen kívül Amira is nem volt nyűgös, csak nem akart aludni. Szerintem érzi, hogy megyek, és egész délelőtt figyelmet követelt magának, meg nem tudtam lerakni a délelőtti alvásra ebéd utánig, nemrég aludt el gyakorlatilag, úgyhogy annyira nem is tudtam haladni a dolgaimmal, mint amennyire szerettem volna. Még az ő ágyát szeretném áthúzni, a mi ágyunkat áthúzni, a táskámat bepakolni, a repülőre becsekkolni. Úgyhogy ma már nem fogok több videót csinálni, mert így is elég sűrű lesz a napom. Csak el akartam köszönni. Szerintem most egy 2 hétig nem fogok jelentkezni, vagy hát majd meglátjuk, hogy otthonról lesz-e olyan internet, amit tudok használni. De remélhetőleg legközelebb, amikor jelentkezem, akkor már itthon leszünk mind a 4-en. Úgyhogy kérlek titeket, hogy drukkoljatok nekünk, imádkozzatok értünk, küldjétek a pozitív energiát, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!